Szerintem mindenképp egy olyan zenei élményben van része az embereknek, akik ezt a koncertet hallják, ami egy különleges zenei élmény, hiszen régi zenével ma már kevesen foglalkoznak, és tényleg olyan régi korok zenéit hozza el az a műsor, ami teljesen más világba repít minket, és hát ezek a dallamok is, nagyon sok dallam van innen felvidékről is, úgyhogy valamilyen szinten így hozzánk közel álló zenéről van szó. Gaudium régi zenei együttes hosszú múltra tekint vissza, hiszen 1986-ban alakult. Hogyan emlékszik vissza a zenekar megszületésének időszakára, és mennyit változott a zenekar hangzása az elmúlt időszakokban? Nagyon sokat változott. Először egy vonos trió, és magam blokkflőtésztem, énekeltünk, és aztán az ifjú szívekhöz került a Gaudium régi zene együttes, ott már 6 énekes volt, és 6 zenész volt, és nagyszerű hangszereink voltak. A Mök cégnek a termékeit használtuk, úgyhogy egy nagyon jó hangszerállományunk volt, hogy így mondjam. Hát most már csak trió van, mert ugye hát az ifjú szívek 2001-ben feloszlatta a kis csoportokat, így a Gaudiumot is, az énekkart, zenekart, a Gimes együttest is. Úgyhogy azóta ilyen trióba szerepelünk. Régi zenei együttes, mit akar ez? Mitől régi az a zene? Olyan zeneműveket játszunk, amit a koncerttermekben nem nagyon játszanak, tehát a reneszánsz, késő reneszánsz műveket, és hát főleg a hazai forrásokra támaszkodunk, a Virtuosis és a Lőcsei kéziratra, hát ezeket a műveket nem nagyon hallani. Csak ilyen régi zenei koncerteken. Mi a fő célja, vagy hitvallása a zenekarnak? Olyan zeneműveket megszólaltatni, amiket kevésszer hall a közönség, de természetesen régi zenén kívül, tehát az írott zenén kívül a népi emlékezet középkori dallamait is műsorra tűzzük. Még Kanadában is felléptek. Milyen emlékez az önök számára? És milyen volt a fogadtatás? Hát igen, a kanadai föllépés azt Csibi Krisztinának köszönhetjük. A Magyarság háza hallott minket játszani egy kiállításon, és fölkért, vagy megkért bennünket. Természetesen szívesen mentünk, mert Kanadában még nem voltunk. De a cseh régi zenei fesztiválokon, Český Krumlovban, Prágában szerepelt már az együttes, úgyhogy ez is nagy élmény volt számunkra. Milyen a fogadtatása, mennyire van igény ilyen minőségi zenére, amelyet önök játszanak? Megszólaltatni a régi korok dalait ugyanolyan hozzáállás kell, mintha Mozartot vagy Schubertot énekelne az ember. Ezek egyszerű kis dalocskák, de hát az egyszerű az nem azt jelenti, hogy bugyuta vagy könnyű. Tulajdonképpen ezek a Virtuosis kódexba található 12 magyar dal a műzene, vagyis a magyar dalirodalomnak a kezdetét jelenti. Tulajdonképpen 17. század, ugye 1630-at írtunk, törökök elfoglalták Magyarország kétharmadát. A fölvidéki városokba, Lőcsén és Eperjesen, ezekben Bártván, ezekben városokban még élt a zene, és tulajdonképpen ebből a repertoárból választottunk most. Thank you.
Én ma este itt Lanton fogok játszani, még most több koncert is lesz ott, majd blokkflötézni is fogok, de a mai este a Lant. És én onnan ismerem Imrét, hogy Somorján szoktak lenni régi zenei napok. Mindenkinek ajánlom, aki itt a környéken lakik, hogyha megint lesz ilyen, feltétlenül menjenek el, nagyon jó koncertek szoktak lenni. És egy kecskeméti együttesben játszottunk, és velük jártunk itt a somorjai régi zenei napokon, és onnan ismerem a csapatot, és azóta szoktam velük néha játszani. Régi zenei együttes a Gaudium. Ön szerint miben rejlik a legfőbb különlegessége? Hát szerintem itt a Gaudiumnak az a specialitása, hogy ők helyiek és az itteni dolgokat. Ugye, amit Imre is elmesélt, hogy sokáig az ifjú szívekkel járták a környéket. Ön milyen zenei világból érkezik? Mennyire áll közel önhöz mindaz, amit a Gaudium képvisel? Hát én sokféle, én alapvetően klasszikus gitártanárnaként végeztem, de hosszú évek óta lantozom, tehát nekem ez nem jelent egy különösebben idegen világot, abszolút ismerem ezeket a dolgokat. De amint az előbb itt beszélgettünk magán emberként, én nagyon szeretem a jazz zenét is. Ön milyennek látja a felvidéki és a magyarországi zenei világot? Milyen irányba fejlődik? Mennyire tudja megtalálni benne a szépet, a jót? Hát én, akiket itt ismerek, azok szerintem nagyon vidám és jópofa emberek. Vannak köztük egyébként szlovákok is, akikkel rendkívül kellemes, egyszer egy lemezt készítettünk, egy szlovák házaspár, egy jazzzenészek voltak, megajándékoztak a lemezőkkel, azóta is néha előveszem és hallgatom. Én nekem úgy tűnik, hogy van itt is jelentős élet. Német Imre a zeneiskolai tanárom volt, még Somorján. Még gimnazista koromban kezdtem el hozzájárni magánénekre, és ő volt az, aki megszólított és elindított igazából a zenei pályámon. Neki köszönhetően kezdtem el énekelni templomokban, és ő vezetett így a népzene felé is. Tehát a népzene, a népdal az, ami a te életed része. Mi az, ami megfogott a népzenében? Különös, én nem tánccal kezdtem, mint a legtöbb népdalénekes, engem főként az archaikus régi népdalok fogtak meg, és ugye Imre is főként régi zenéből, tehát régi zenével foglalkozik, és hát a népzenében is hozzám az archaikusabb, régi stílusú népdalok állnak közel, és főként így a hangszerelésben is inkább az ilyen archaikusabb hangszerek. Tehát akkor nagyon könnyedén tudtál kapcsolódni mindahhoz, amit ez a formáció képvisel. Mi a legfőbb célja a zenekarnak? Mit szeretnétek átadni a hallgatóságnak? Szerintem mindenképp egy olyan zenei élményben van része az embereknek, akik ezt a koncertet hallják, ami egy különleges zenei élmény, hiszen régi zenével ma már kevesen foglalkoznak, és tényleg olyan régi korok zenéit hozza el az a műsor, ami teljesen más világba repít minket, és hát ezek a dallamok is, nagyon sok dallam van innen felvidékről is, úgyhogy valamilyen szinten így hozzánk közel álló zenéről van szó. Sok külföldi és belföldi koncert is van a hátatok mögött. Milyen a visszajelzés? Mennyire van igény erre a típusú zenére? Nem olyan populáris zene közé tartozik szerintem, de mindenképpen egy olyan zenei réteg, ami a széphez hozzájárul, a szép élmények közé tartozik, úgyhogy szerintem mindenképpen egy feltöltő zenéről van szó.